Sziasztok, itt vagyok az 5. Baranyai Szóló Néptáncverseny, és elkaptam pár pendős néptáncost, és arról kérdezem, milyen volt a verseny, és hogy érezték munkat, és mit táncoltak. Szia! Hát mi györgyfalvi táncokat táncoltunk a szabadon választottban. Ugye ennek a versenynek a lényege az, hogy a kötelező táncok baranyaiak legyenek, és mivel mi már kaptunk egy díjat a hetényivel, így nekünk idén utolimányra kellett indulnunk, úgyhogy... Yeah. Nekünk is a szabadon választott györgyfalvi volt, és mi hetényit indultunk a kötelező baranyai táncokban, úgyhogy... És milyen volt a fellépés? Hogy éreztétek magatokat? Én nagyon izgultam. Minden fellépés előtt izgulok. Ha csoporttal van, ha egyénileg, bármi. A párom nagyon jó fej, nagyon jóban vagyunk egymással, úgyhogy nem volt probléma. Hát én is nagyon jól éreztem magamat. Én mondjuk annyira nem izgultam, de... Milyen örülök neki. És mi már a további tervezet? Most a táncházba vagy? Igen, táncházba. Hát először levetkőzünk, mert megnyilván felismerkezünk. Meg fel is. Igen, aztán menjünk a táncházba. Hát milyen örülök, hogy találkoztunk, és nagyon szorítok vagy. Köszönjük szépen. Sziasztok. Szia, itt van velem Levente is. Hogy érezted magad, hogy tetszett? Mit táncoltál? Honnan jöttél? Kifejezetten jól éreztem magam itt. Én a Misina Néptánc Együttesből jöttem Pécsre. Szabadon választottként egy somogyi kanásztáncot választottam, kötelezőként pedig egy bukovinai silladrit. Ez tök jó, nagyon izgalmasan hangzik. És mit már a további terveid? Hát benézek a táncházba mindenképpen szerintem. Emellett megünneplem a mai napot. Ez nagyon jó. Nagyon örülök neki, köszönjük, hogy itt voltál, és további sok sikert! Köszönöm szépen! Sziasztok, itt van velem Nóri és Dominik. És arra kérdezem, hogy érezték magukat, honnan jöttek, és mit táncoltak ma nálunk? Ketten két helyről érkeztünk, én Szigetvárról, Dominik pedig Varcsról. És mind a ketten Varcson táncolunk a Koróka Táncegyüttesben. Mai napra hoztunk egy kis bukovinait, amiből táncoltunk csárdást és silladrit, párban is, illetve Dominik szólóban is itt volt, majd kalotaszegi táncokkal folytattuk a szabadon választott táncokat. Azon belül is Mérából hoztunk táncot, illetve Dominik Árus. Én is Mérából. Nagyon jól éreztük magunkat egész nap, izgalmakkal teli volt a felkészülés, de jól éreztük magunkat közben, mert mindig vannak az órak, aztok minket a táncsoportból, a másnál egy kis nótával, énekléssel. És az nem mondjuk is. És most már túl vagyunk a versenyszámokon, és most már várjuk az eredményhirdetést, illetve a gálát, de igazából jól éreztük magunkat, úgyhogy kapunk valamit, amit örülünk. Köszönjük a szórakozást! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok, itt van velem Bálint! Sziasztok! És milyen hangszeren zenélsz? Mióta zenélsz? Na most jelenleg itt a Pöbösözés bandában vagyok, mint primás. Trombitán játszom, illetve néha a kíséret szekciót is erősítem a harmonikával. Mióta zenélek trombitán? Körülbelül 10 évvel, azt hiszem, amikor elkezdtem a zeneiskolát. És hát konkrétan az is otthon, hogy elején már bekerültem a zenekarba, azóta töretlenül játszunk. Így van. Milyen örülök neki, és milyen táncosoknak zenélni, milyen volt mai nálunk? Abszolút egy pozitív élmény minden évben itt a, hát most már nem is tudom, mindig alkalommal lesz megrendezés, vagy kerül megrendezésre a valami szólótáncfesztivál, minden alkalommal itt vagyunk, mindig egy teljesen pozitív élmény. Rendben, köszönöm szépen. Mindig egy pozitív táncosoknak mindig egy nagyon jó élmény, muzsikálni tudunk közben kommunikálni, abban különbözik igazából, mint egy koncert élmény, hogy itt konkrétan nem a közönséget tudunk kommunikálni, hanem egy dolog, a színpadon a táncosokkal összámban tudunk szépen muzsikálni. És hogyan folytatódik tovább, mutod? Napokban hogyan folytatódik, most éppen jelenleg a gála műsorra várunk, és ez már koreográfia, ahol még hasznunkat vehetik. Hát nagyon örülök, hogy beszélgethetünk. Köszönjük szépen! Sziasztok! Hello.